Abban én nem voltam mindig jó kedvű. Nagyon... És ez teljesen, én már kezdtem így nyugtatni, hogy nyugodj meg én. Ezzel is? Hát ennyi, ezzel. Hát gondol, nem volt ugyan kötekedők, de az élőfába is. Akkor én megkérdeztem Évát, hogy mondd, Éva, te eszedem vagy? Elment a józan eszed? Csak így. Mi? Hogy imádtuk egymást, nagyon szerettük el. Hát vele vett az embernek, hogy rám osztott a szerepet, de mégis megkérdeztük, hogy ebből aztán elviszed a bon is szeretett rendezni, de ugyanilyen szeretettel és humánummal csináltak? Természetesen. Nem nagyon jártak hozzánk híres emberek. Ül egy színésszel összetalálkoztam, akkor az nekem éppen olyan privát, fontos nem volt. Barátkozott? Nem járt más. Nekem annyira lefoglalta az éle, a munkája. Ő egész nap ez volt a... És akkor hazajött, és otthon legyen nyára érvényes volt. Az, hogy nagyon jó irodalmi alapanyagokat keresett, hát ez volt a kiinduló pont, hogy vacakot nem nagyon csinált. Nagyon jó irodalmi anyag. Itt a gipsz. De a Lóri azt mondta közben, hogy